A Mintamensa programban megfogalmazott alapelveket veszi figyelembe az óvodáskorú gyermekek heti étrendjének összeállításakor a karcagi közétkeztető, kevés fűszert használnak és zsírszegény étrendben korpás kenyeret épp úgy, mint sok gyümölcsöt, zöldséget, főzeléket biztosítanak a kicsiknek. Lehetőség van arra is, hogy a tej, tojás vagy tejcukor érzékeny gyermekeknek egyedi étrendet állítsanak össze. A kívánságlista alapján sokszor elkészítik a gyermekek kedvenceit is. A Mintamensa program alapján próbálunk minél több gyümölcsöt, tejterméket, korpás kenyeret, kiflit és kevesebb zsíralékkal főzni a gyerekeknek. Figyelembe vesszük az érzékenységüket, ezekben nagyon sok tojás, liszt, cukorérzékeny gyerekeink is, meg dejérzékeny gyerekeink, tehát sokféle érzékeny gyerekünk van, és ezt mind próbáljuk figyelembe venni. És úgy az alapján szállítani az étlapot, meg a menüt is. Láttuk itt a heti menüben is, hogy sok gyümölcsöt próbálnak, céklát, tehát igyekeznek az egészséges életmódot így is biztosítani a gyerekeknek. Igen, általában minden nap van vagy gyümölcs, vagy savanyúság, de olyan, hogy cékla, savanyú káposzta, amiben sok a vitamin, meg hogy minél változatosabb legyen nekik, és hogy el is fogyasszák. Úgy tudom, hogy a gyerekek a kedvenceiket is kérhetik. Igen, van olyan felmérésünk, ami alapján fölmérjük, hogy mit szeretnének, és próbálunk ahhoz igazodni, étlapot írni, meg egyre diétásabban figyelembe venni, hogy nem olyan fűszeresen, nem olyan zsírosan, mert ugye vannak időseink is, nem csak gyerekeink. És ugye mindegyikre próbálunk odafigyelni ezek alapján, hogy ne legyen olyan fűszeres, zsíros az ételünk, hogy minél jobban, egészségesebben, minél több zöldséggel próbáljuk kifejezni, hogy egészségesebben étkezzenek, éljenek. A mi óvodánkban 138 gyerek jár, illetve 20 felnőtt, és ennek megfelelően küldik az adagokat az étkeztetőnk, illetve nagyon sok gyümölcsöt kapunk, most az utóbbi időben sütőtököt kaptak a gyerekek, korpáskiflit, zöldségfélét, főzeléket, tehát azért változatosabb az étrend, mint eddig volt. Lehet érezni, észrevenni, illetve a szülők is jelezték, hogy a gyerekek otthon elmondják, hogy jobb ízű az ebéd, elfogyasztják, és kevesebbet kell pótolni. Tehát ez mindenképpen pozitívan tudjuk értékelni, illetve nekünk egy nagyon jó dolog, hogyha nem kell kivinnünk, hanem a gyerek elfogyasztja, aki küldött ebédet 10 órai tuzsonnát. Ahogy látjuk, mi kitesszük a szülőknek az étrendet, hiszen az étkeztető nekünk minden héten két példányba küldi, és a szülők megszokták, hogy itt a hirdetőtáblán ők elolvassák, látják, hogy a gyerekek mit kapnak, mint ahogy látjuk a héten, és tegnap volt gyümölcs, ma céklap, korpás kenyér, tartármátás, amit a gyerekek imádnak, gyümölcsleves, és a kenyerek, olyan kenyereket kapunk, amire egészséges bajot kenünk, illetve mindig van hozzá valamilyen feltét, és a szülőimben tudja követni, hogy mi az, amivel ott van, ne próbálkozzon, mert a gyerek az óvodában azt fogyasztotta, és ne ugyanazt az étrendet kapja a hét folyamán. Ezt nagyon szeretik a szülők, és innen tudják megnézni végül is, hogy változatos az ebédünk, mikor kaptak gyümölcsöt, melyik az a nap, amikor főzeléket kapott a gyerek, tehát innen követi a mi mindennapjainkat, illetve az étkezésünket. 10 óraitól kezdve uzsonnáig, hiszen nálunk háromszor érkezünk, 10 órai ebéd uzsonnáig. Így lett a mai ebéd? Igen. És mi volt az ebéd? Borsóleves, pörkölt kifőtisztával. Cékla. Szereted a gyümölcsöket? Igen. Körtét, dinnyét, almát. És sokszor szoktatok kapni az ebédnél egy gyümölcsöt? Igen. Akkor ezek a kedvenceid is sokszor előfordulnak? Igen. És mi az, amit még itt az óviban szoktatok mellette enni, inni? Mit csinálnak még nektek itt óvónénik? Salátát, teát.
Jutát. Hogy ízlett a mai ebéd? Nagyon jól. És mi volt az ebéd? Borsóleves. Pörkölt. Cékla. Tészta. És sokszor szoktatok gyümölcsöt is kapni? Igen. És ebben mi a kedvenced? A körte, alma, barack. És óvónénikkel mit szoktatok csinálni? Mit, úgy tudom, hogy sütni is szoktatok. Igen. És mit? Tökös sütit, meg még mézes kalácsot. És hogyan készítettétek a salátát? Kellett bele cékla, alma. Méz. Répa. Mi hámoztuk meg. Meg reszeltük is. Mi volt a mai ebéd? Borsóleves, kifőtt tészta, cékla, és pörkölt. És máskor is szokott lenni alma, gyümölcs, tehát sokszor kaptok ilyen? Igen. És alma, banán, meg mandarin. Visó mandarin, narancs. És az ételek között mi a kedvenc? Gombaleves, meg milánói makaróni. Mi volt a mai ebéd? Borsóleves, kifőtt tészta, cékla, pörkölt. És ez ízlet neked? Igen. Csigaleves, palacsinta, milánói makaróni, húsleves. És a gyümölcsök közül, amit szoktatok kapni, mit szeretsz? Körte, alma, narancs, még banán. Hát szereted az egészséges ételeket? Igen, szeretem. Hát most